Üdvözlet mindenkinek itt az infobabo.hu weboldalon. Ezúttal folytatni fogjuk a Vénusz lécsapója videót, amit elkezdtünk, és azt az első néhány másodpercet megbeszéltük. Megnézzük, hogy mi az, amiről még szó esik ebben. Mielőtt ennek nekivágnék, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nem is húzzám az időt, hanem nézzük, hogy mi az, amiről szó van. Amíg a nők az öltözékük felszabadításáért küzdenek, a férfi sportolóknak már annyira jól megy az élet, hogyha ahhoz szottyan kedvük és megunták a szakágukat, akár nőként is indulhatnak az aranyért. Ugye ez ismerős ez a téma mindenki számára, erről már beszéltem én is. Számos alkalommal korábban az egy rejté számomra, hogy hogy fajulhatott odáig a degeneráció világban, hogy azt gondolják az emberek, hogy egy férfi állíthatja azt magáról egyik napról a másikra, hogy ő nő, aztán valamilyen hormonterápián részt, és fél év múlva, egy év múlva már versenyezhet a női osztályokban. Ami megdöbbentő az az, hogy ez alatt a videó alatt ezeket a hozzászólásokat láthatjuk, hogy az előadó, nem tudom ki ez a Vénusz lécsapója hölgy, de ő abban a hitben van, hogy a férfiak versenyezhetnek a nők között, és nem rendelkeznek semmiféle előnnyel. Én azért mondtam, hogy a társadalomnak harangoztak, mert hogyha ott tartunk, hogy a felnövekvő generáció azt gondolja, amit ő írít, hogy néz utána nyugodtan, transznőknek nincs biológiai előnyük sportban. Én ah, 21 éve hülye vagyok. Nem tudom, hogy mi az, amiről erre a következtetése jut. Honnan érkezik az információ arra nézve, hogy nincsen előnye egy férfinak. Már nem akartam videót csinálni a hétvégén, mert nagy... Az ott volna a legjobb egyébként, hogyha nem csináltál volna. Öltözésekben vagyok, de erről muszáj beszélni. Ez a Partizán egyik műsorvonala, az úgynevezett Zsófilter, ami ilyen feminista témákkal foglalkozik. Feminista témákkal. Ez már nem az első alkalom, hogy Zsófinak terv megszólalásai voltak. Viszont... Érdekes egyébként az is, hogy mutatja, úgy gondolom, az, hogy mennyire primitív a társadalom, hogy kihalnak a kifejezések. A magyar nyelv szépen lassan kihal, és átveszi a helyét ez a primitív, félig angol, félig magyar, amit az idősebb generációk egy jelentős része már nem is ért szerintem. A bizarr az talán, hogy erre a terv, mert ezekre a gondolatokra nincs is magyar kifejezés. Ezeket csak így egy az egybe átvenni lehet. Ez a terv, ez annyit tesz, hogy Trans Exclusionary Radical Feminist, ami nyilván egy rövidítés, mint oly sok ilyen kifejezés az angolban, és ez magyarra fordítva úgy hangzik, hogy a trans neműeket kizáró radikális feminista. Értse meg mindenki azt a visszafelé való gondolkodás, hogy mára az a feminista, aki azt mondja, hogy egy férfi az nem nő, az radikálisnak tűnik. Szóval így a süllyedt a világ. Viszonyal a fagyi gyakorlatilag. Elkezdődött az egész azzal, hogy a nők harcolnak a szabadságért, a függetlenségért, amit a múlt részben megbeszéltünk, hogy annak milyen eredménye lett, míg mostanra az van, hogy ha a nő azt mondja, hogy egy férfi nem lehet nő, akkor ő radikális feministának számít. Viszont itt nyíltan felvállalja ezeket a ellenérzéseit a transzneműekkel szemben. Ez a gondolatmenet, amit most folytatott, ez jellemző egyébként a nőkre amúgy is, hogyha nincs igazuk, és nem tudják megnyerni a vitát racionálisan, logikai érvekkel, akkor a következő az, hogy az ellenfélnek aláássák az integritását, elkezdenek mindenféle féligasságokat, hazugságokat mondani az emberről, hogy lerombolják annak minden hitelét. És ezt nem én találtam ki. Hogyha elfogadjuk azt, hogy a férfi fizikálisan agresszívebb, mint amit minden feminista hangoztat, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy a nőnek is megvannak az eszközei arra, hogy az agresszivitását kifejezze, és az ez a fajta. A lényeg az, hogy a világ átalakult abba az irányba, ahol a nő nyerő pozícióba került, hiszen az internet segítségével teljesen kizártuk a fizikális agressziót, ami végül is nem egy probléma, hogy nincs állandó verekedés, Azonban nem teszünk szinte semmit annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a feminin gondolkodást, ezt a feminin agressziót, ami abból áll, hogy az embernek az integritását, a hitelét lerombolja hazugságokkal, félinformációkkal, ferdítésekkel, az alapján, hogy én így érzem, meg úgy érzem, meg így beszélsz, meg úgy beszélsz. Mindez a manipuláció, ez egy feminin gondolkodásmód, és az agressziónak a női megnyilvánulása. Erre ezúttal nincs időm, hogy ezt elmagyarázzam, meg erre példákat hozzak, hogy ez hogy van, de mindenki utána nézhet teljesen nyugodtan, és ez az pontosan, amit ő csinál ebben a videóban. Mivel érvekkel nem tud győzni, ezért azt a stratégiát választja, amit általában a nők megpróbál érzelmileg manipulálni a hallgatót, és hazudik annak érdekében, hogy elérje a célját. Hiszen el sem ismeri, hogy egy transznő az nő, hanem fél egy transznő nem nő, egy transznő az transznő, ő is azt mondja, hogy transznő. Azért transznő, mert transznő nem egy rendes nő. Hogyan lehet azt gondolni, hogy bármilyen úton, módon egy férfiból olyat tudok kreálni, mint amilyen egy nő? Lehetetlen, teljesen mindegy, hogy mennyi műtétet hajtunk végre, hogy milyen fejlett lesz az orvostudomány. Nem fogják tudni úgysem sem elérni, hisz nem lehet megcsinálni. Azért, mert egy nő nem csak külsejében más, hanem az egész felépítése más. Mentálisan, intellektuálisan, az összes eleme a személyiségének, mindannak, ami nő, az más, mint egy férfi. Hogy jobb vagy rosszabb, azt mindenki eldönti magának. A lényeg nem az, hogy jobb vagy rosszabb, hanem a lényeg az, hogy egészen más, ellentétesen gondolkodik, mint ahogyan egy férfi, de ugyanúgy is ellentétesen viselkedik. Még a felépítése is olyan. És hogy az agymosás milyen súlyos szintekre jutott, azt mutatja, ez a csatorna, ez a Vénusz lécsapója, ahol mindvégig ezek a propagandák ömlenek az emberre vissza úgy, hogy ez a lány, meg biztos vagyok benne, hogy számos más ezrek még Magyarországon is elhiszik azt, hogy egy férfi azt mondja, hogy nő, és onnantól kezdve nő. Csak úgy fogta magát, és átoperáltatta magát, hogy megnyerjen egy sportverseny nem feltétlen azért operálta át magát, hogy megnyerjen egy sportversenyt, de úgy van, fogta magát, egyik nap azt mondom, hogy én nő vagyok, az kész. Más, ez a mindenkinek azt kell hinnie, hogy én nő vagyok, és úgy is kell kezelnie, mintha én nő lennék. A sport az egyik legnagyszerűbb példa arra, hogy mekkora gigantikus különbség van a férfiak meg a nők között. A nők a férfiakhoz képest a sportban olyanok, mint a gyerekek. De megkockáztatom egyébként, hogy nem csak a sportban, de most maradjunk a sportnál. Talán már volt szó Lia Thomasról, Lia Thomas az egyébként William Thomas volt, nem is olyan régen, itt a bal oldalon látható, most már a nők között versenyez, ez azt hiszem, hogy az amerikai bajnokság úszás. Megmutatom az eredményeit, hogy milyenek voltak férfiként és milyenek nőként. Közben gondolkozzon el mindenki azon, hogy milyen érzés lehet versenyezni annak a két hölgynek ez ellen a férfi ellen. Ebben az alsó bekezdésben olvashatjuk, hogy milyen eredményeket ért el Thomas 2018-2019-ben, amikor még férfiként versenyzett. És emlékezzünk vissza arra, hogy mit mondott ő ebben a videóban. Gyerzitek, hogy ez mennyire abszurd. Songdui, which means <interés> leftover woman in Mandarin. Sajnos értjük, hogy mennyire abszurd. És ő most arra utal nyilván, hogy valaki azt merészeli mondani, hogyha egy férfi úgy gondolkodik, hogy ő már egy nő, akkor azt nem fogadjuk el. Itt van, hogy miért nem, és ő ráadásul még azt is írta ott a hozzászólásban, ahogy mutattam, hogy nincsen különbség a biológiai férfiak és nők között. 2018-19-ben 554 volt William Thomas 200 méteren, 554 volt, 65-dik volt 500 méteren, ez gyorsúszás és 32 volt egy mérföldön, vagyis 1650 méteren. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobaba, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.